úgy gondolom, hogy a taró nem jóslásra való, vagy nem elsősorban jóslásra. Valóban ez a titkok könyve. Benne megtaláljuk a világ keletkezését, megtaláljuk az archetípusokat, és olyan numerológiai összefüggéseket fedezhetünk fel, ami azt gondolom mindenkit elgondolkodtat. A nagy árkánumok, a nagy titkok végigvezetnek az emberi sorsokon, az emberi élet összes szerepén, megmutatják az összes archetípust. Megmutatják azt az utat, amit minden embernek, ha nem is egy életében, esetleg több életen át, de be kell járni. Tisztelettel köszöntöm a kedves jelenlévőket, a ünneplőket itt a Sorskerék éves, rendes összejövetelén. És bevezetésképpen ugye a témával kapcsolatban szeretném magamat a témához tartani, ami tudom nem könnyű dolog ugye előadói szempontból, de ugye most a tűzjegyekről lesz szó, és úgyhogy ebben az előadásban is szeretnék a tűzjegyekre koncentrálni. Részben a magam nevében is, részben pedig a Göncöl Szellemtudományi Szabad Egyetem nevében köszöntöm a kedves jelenlevőket, ahol is a magam részéről az asztrológia tanszéket vezetem, három másik tanszéken is folynak oktatások a Göncölön, akit érdekel a honlapon meg lehet találni ezeket. Az asztrológiával kapcsolatban mi deklaráltan a hermetikus vonalat képviseljük, tehát a hermetikus asztrológiával foglalkozunk. Nagyon röviden ezzel kapcsolatban, egy 5 percben szeretném körbejárni, mégpedig egy ábra segítségével, amit a piramisra emlékeztető ilyen kis háromszöget rajzoltam ide föl, aminek a tetején az asztrológusok látják, hogy ez tulajdonképpen a nap szimbóluma, ami felül van, illetve az egy teljességnek a szimbóluma. A hermetika így fogalmazza meg az abszolútumot, tehát az egy teljesség szempontjából beszél. Ez ugye a napnak a szimbóluma egyértelmű, hiszen van egy centrum, ugye egy pont, és van egy periféria. És ez a kettő, eznek a kettőnek az egysége, az egy teljesség. Ugyanúgy, hogy a mi életünkben is van, tehát vagyunk ugye mi, illetve van az én, és körülötte van a világ. Igaz, mindannyian így éljük meg ezt a kettőséget, hiszen van az én és van a világ. Ugye az asztrológusok tudják, hogy ugye az én az az aszcendens analógiája, a világ az a deszcendens analógiája, tehát ebben a tudat helyzetben, amiben elindulunk a szellemi úton, ugye a kettősségek világában vagyunk. Célunk az, hogy hazataláljunk az egységbe, vagy illetve, hogy a tradíció mondják, a nem kettősség állapotába. Ez fontos, hiszen az egységet általában úgy szokták definiálni, mint az egység és a sokság dualitásának az egyik felét, nem erről van szó, ezért a hagyomány azt mondja, hogy nem kettősség. Jelezve azt, hogy erről az abszolút állapotról igazán szóban nem igazán lehet sokat beszélni, ez egy cél, ez egy elérendő szellemi cél, amit a hermetika így fogalmaz meg, hogy ez egy teljesség. Egyébként a zodiákus szempontjából is lehet ugyanezt látni, hiszen itt is van egy középpont, ugye egy láthatatlan középpont, ami mintha kibomlana, ugye az egyből a sokság felé indul el egy folyamat, ugye ami egy szellemi kiáradást jelöl, és akkor ugye az egyből, vagy a nem kettőből elindul a lélek, és a sokságba találja magát, ami most vagyunk, igaz? És innen a szellemi út visszatérni a nem kettőbe. Vagy ha úgy tetszik, a perifériáról visszatalálni a középbe. Mert ameddig ezt nem tesszük meg, addig a periférián vagyunk, a dolgok között ugyanúgy áramlunk, mint az entitások a világban. Megszületünk, élünk, meghalunk, nem vagyunk, megint megszületünk, megint érünk. Tehát megy a körforgás, és ebből a körforgásból a megszabadulás az nem kifelé van, mert akkor egyre távolabb kerülünk ugye a centrumtól, hanem sokkal inkább a feladat az, hogy befordulni, befelé fordulni, és a centrum közelítő módon realizálni az egy teljességet.
Ez gondolom világos, ez nagyon egyszerű. Elmondani nagyon könnyű, megcsinálni nagyon nehéz. De mi a feladata az embernek ezen kívül? Gyűjtögetni dolgokat, vagy élményeket, vagy mit? Abból már ugye eleget tettük. Ugye azt már látjuk, hogy amit az ember begyűjt, ami van, széthull darabokra. Mondja József Attila nagyon találóan ebbe ezt a kérdést, mindjárt le is lehet zárni. Tehát olyan értékeket kell gyűjtenünk az életbe, szellemi szempontból, amik maradandóak, amik túlélik a halált. Ilyen például az asztrológia. Biztos vagyok benne, hogy aki asztrológiával foglalkozik, az nem először foglalkozik ebben ebbe az életében. Ezt hozzuk magunkkal. Lendben, hogy nem emlékszünk rá, hogy előző életünkben mit csináltunk, de hát arra sem emlékszünk, hogy a múlt héten mit reggeliztünk. Tehát ez memória kérdés, amit lehet fejleszteni egyébként. Apropó, négyes ház, ugye ott van a múlt, akit érdekel, hogy mi volt előző életében, az nézze csak meg a négyes házát, milyen bolygók vannak benne, ki a ház ura, az hol van, mivel van kapcsolatban, stb. Tehát a kibontakozás útja, tehát az egységből, vagy a nem kettősségből a sokság fele indul, és ennek szimbóluma a piramis, ahol ugye három szintet különböztetünk meg, ugye az asztrológia szempontjából, ugye az első szint az mindjárt a kettősségek szintje, ugye ez a dualitásoknak a szintje. Tehát ugye, ahogy az előbb említettem, az én és a te, vagy az én és a világ, vagy az én és a más, vagy az én és a nem én kettősségébe, de ide rengeteg minden ide tartozik, hiszen minden dualitás ide tartozik, ugye, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy az egyik nélkül a másik nincs. Ez olyan, mint a nappal meg az éjszaka, ugye? Nappal nélkül nincs éjszaka, éjszaka nélkül nincs nappal. Gondoljuk meg, tehát ezek úgy hívják őket szakszó, vagy korrelatív fogalmak. Ez nagyon jó, mert benne van a relatív, tehát a létük ezeknek relatív, egyik a másikhoz képest van. Az én is csak akkor van egyébként, hogyha van világ, akihez képest van én. Hogyha nincs világ, nincs, akkor nincs én. Ez egy nagyon érdekes dolog, ebben kapcsolatban csináltak egy kísérletet, ilyen 10-20 évvel ezelőtt Amerikában, ahol embereket, ilyen, akik önként jelentkeztek rá, ilyen egyetemistákat beraktak ilyen testmeleg vízbe, ilyen nagy kádakba, ahol ugye megszűnt 36 fokos vízbe, tehát nem volt testérzet, ugye sötétbe, tehát a szem nem működött, tökcsönbe a fül nem működött, illatok se voltak semmi. Tehát elzárták az érzékszerveket, ezt úgy hívták amerikai, hogy sensory deprivation, tehát elzárni a érzékszervek kapuját, és akkor mérték, hogy mi történik az emberekkel. És ezek végülis egyetemista, egészséges emberek voltak, a maximum azt hiszem, hogy 3 perc volt, aki bírta. 3 perc után nem bírták tovább, mert az ember egyszerűen nem bírja elviselni azt, hogyha nincs külső stimuláció, igaz? Tehát mert hogyha nincs külső stimuláció, nincs világ, akkor nincs én, tehát eltűnik az én, és mivel az ember erre nincs hozzászokva ez az élményhez, ezért felettébb megijedtek a résztvevők, és minél előbb jelezték, hogy szeretnék megszakítani a kísérletet. Tehát nem vagyunk hozzászokva ez a magányhoz, illetve a egyedüléthez. Tehát a kettősségek az az első szint, ugye, ahol az egység megtörik, mondja a tradíció, és létrejön a kettősség. Aztán még egy szinten lejjebb ugye megjelenik a hármasság, ugye, ahogy osztódik az egy, és ugye ez a hármasság is nagyon szépen megjelenik az asztrológiában, hiszen a kettősség az több helyen megjelenik, egyrészt gondoljunk ugye a pozitív és a negatív jegyekre, igaz? A kos, az ikrek, a oroszlán, tehát minden második jegy ugye az pozitív, illetve yang-szerű, aktív jel, minden második yin-szerű, negatív, befogadó, nőies, mint például a bika, a rák, és így tovább minden második jegy. Tehát így is megjelenik a kettősség, meg egyéb szempontból is, hiszen ha tengelyekre gondolunk, akkor aszcendens, descendens tengely fölött ugye van a nappali fél év, alatta van a sötét fél év, tehát a világosság és a sötétség kettősége is. Tehát ezek a kettősségek így jelennek meg az zodiákuson, az asztrológiában. A hármasság pedig például úgy jelenik meg, mint ahogy emlékszünk rá, hogy vannak kardinális, fix és labilis jegyek. Igaz? Ezek a minőségek. Itt jönnek be először a minőségek, ez még mindig nagyon magas szellemi szint egyébként, és a következő, a harmadik szinten, ahol a 4 elemi energia jelenik meg, ugye a föld, a víz, a tűz és a szél, igaz? Ez a 4 elemi energia, ami szintén nem objektív valóság, hanem ezek egymáshoz képest
különbözőek, mindennek az egyből származik. Ez a kettő is az egyből származik, de a három is az egyből származik, és a négy is, meg a sok is. Tehát mint ahogy a asztronómiában ugye tudjuk, hogy egyedül csak a bolygók közül csak a napnak van saját fénye. A többi bolygónak nincsen. Ez mind a napnak a fényét tükrözi. Ugyanígy van a tudattal is. Tehát egyedül a tudatunknak van fénye, és minden, amit érzékelünk, az mind a tudatunk fényében létezik. És a tudattal együtt jön létre, és avval együtt múlik el egyébként. Mert minden ebből az egyből származik, ahogy Hermész mondja, ugye a smaragdtábla szövegében, az emanáció által, és ahogy minden ebből az egyből származik, most a mágia által. Ezért a mágia a hermetikának az alappillére, az alapköve, hiszen az okkult tudományoknak az összefoglalása tulajdonképpen, az okkult tudományok pedig ez a három, az asztrológia, az alkímia és a kabbala. Tehát ez a három okkult tudomány, amit régen az egyetemeken tanítottak, amikor még az egyetem azt jelentette, hogy univerzalitás, ugye universitas, és nem pedig szakemberképzés. Tehát ezek tantárgyak voltak régen, még az ókorban minden egyetemen. Tehát az asztrológia, az alkímia és a kabbala, ez a három ága van az okkult tudományoknak, illetve a mágia, ami ezeket összefogja, és ennek az egész szellemi útnak keretét adja tulajdonképpen a hermetika, ami a tradíció nyugati foglalata gyakorlatilag. Tehát nagyon röviden ennyit az egészről, tehát magyarul a hermetikus asztrológia arról szól, hogy a sokságból el kell indulni, meg kell fordulni, észre kell venni a széteső folyamatokat, a lefelé húzó folyamatokat, az elemi energiák elszabadult állapotából következő kellemetlen következményeket. Nagyon röviden, például, hogyha az ember a képletében túl sok a Föld, tehát a bolygók zöme földjegyekben van, és észreveszi magán az illető, hogy hajlamos egyfajta földhöz ragadt életformához. Tehát nagyon fontos számára az anyag, hogy mi mennyibe kerül, mi az, ami megfogható, csak az érdekli, ami biztos, a birtok, a stabilitás, ugye a föld elemi energiának az ismérvei. Akiknél a víz van túlsúlyban, tehát a bolygóinak a zöme vízjegyekben van, tehát a rákban, a skorpióban vagy a halakban, az általában azt szoktuk mondani, hogy ilyen vízes típus, tehát ott az érzelmek dominálnak, mindenfelé érzelmileg közelít, van, amit szeret, van, amit nem szeret, amit szeret, azután megy, amit nem szeret, azután az elől menekül, mint ahogy általában szokjuk ugye vízügyben, de mindenképpen az érzelmek túlsúlya, ami a vízesekre jellemző. A tüzesekről mindjárt részletesebben is fogok beszélni, mivel ez a témánk, csak azért említem ezt a másik hármat, mert ehhez képest kell a tüzet megvizsgálni, mert a tűz sem önmagában lévő valóság, hanem a másik háromhoz képest valamilyen. És akkor végül a levegő pedig, ami ugye az ikrek, a vízöntő és a mérleg, ugye a harmadik levegőjegy, ezekre pedig ugye jellemző a levegős könnyedség, a kapcsolódási hajlam, az intellektuális kapcsolódás, a sok duma, meg ilyenek, ugye a levegő, a szél, igaz? És ebből a négyből vagyunk mi mindannyian, meg a világon minden, ami alkotva van, mondja Platón. Tehát az elemi energiák, a négyesség az a szint, ahol gyakorlatilag a szellem átmegy anyagba. Tehát azt szokták mondani, hogy az anyag az tulajdonképpen nem más, mint a szellemnek a megsűrűsödött állapota, mint hogy a legfinomabb energia ugye a szél, és a legdurvább pedig a föld. Tehát ezek között minőségi különbség van, de mind annak az egynek valamelyik arca. Nos, akkor ennyi bevezető után, akkor kezdjünk beszélni a tűzjegyekről, mivel most ez a témánk. Ugye a három tűzjegyet itt jelöltem, a kos, az oroszlán és a nyilas. Egyébként érdemes mindig az alapoktól elkezdeni, úgyhogy elnézést kérek, itt csak alapvető és alapszintű asztrológiáról beszélek. Tehát a kettőség, a hármasság és a négyesség szempontjából kell megvizsgálni ezeket a zodiákusokat, hogy ők megmutassák magukat, hogy egymáshoz képest ők milyenek. Nos, a tűznek a három arcát látjuk itt. Tulajdonképpen ugye a kos, a kardinális tűz, az oroszlán az a fix tűz, és a nyilas pedig a labilis tűz. Igaz? Tehát a három arc.
Na most, hogy ezt képileg magunk előtt lássuk, nagyon röviden, a kos tüze, ez a szalmalánk. A hirtelen fellobbanó, nagyot lobbanó, de utána nagyon hamar kihűlő típusú tűz. Tehát szalmalánk, nem kell ezt különösebben magyarázni, ugye nagyot lobban, akkor azután elhallgat. Tehát ez a kezdeti nagy energia, hiszen ugye itt indul az év, ez a tavasz kezdés, ugye a kosnak, amiben most vagyunk tulajdonképpen. Tehát ez a kardinális tűz, ami nagy erővel, az elején hatalmas kezdőerővel bír, hatalmas lendülettel kezd, mind ahogy a kosok. Az első pillanat, az első neki lendülés az a legerősebb, ugye, mint a faltörő kos esetében is. Viszont ez a lendület nem tart sokáig, hiszen hamar kifullad, tehát nagy kezdő energia van benne, nagyot lobban akkor, utána pedig nagyon hamar le is lohad ez a tűz. Például egy példával megvilágítva ezt, hogyha valakinek például a Vénusza van a kosba, ugye a Vénusz az érzelmek jelölője, föltehetjük a kérdést, hogy milyen ember az, akinek a Vénusza a kosba van. Az olyan ember, akinek az érzelmei kosszerűen működnek, tehát hirtelen fellobban, és utána viszonylag hamar ugye kihúny. Például ugye szerelmes lesz, akárha kell, minden héten. Szóval rettenetesen megszerelmesedik legalább 2-3 napra, ugye, ameddig hatalmas nagy lendülettel, ugye, főleg a hódítás az, ami a kosoknak ugye az eleje, megszerezni, ugye, előttünk van a kép, amikor régen a hunok berohantak, valahol elfoglaltak, és akkor gyorsan mindenki fölkapott egy nőt, az vitte. Na most ez a kosra jellemző, tehát nincs nagy udvarlás meg egyébek, kezdetben nagy lendület van, és utána hamar lelohad. Az oroszlán, ugye a következő jegy, az viszont a fix tűz, ugye, ott ilyenről szó sincs, az oroszlán az bírja. Az oroszlán az akár több szinten is bírja, hiszen az oroszlánban a fix tűz ugye az állandóan lángol. Egyfajta, mint a mágia. Tehát szó sincs szalmalángról, hanem az oroszlán a stabilan, ha kell, akkor napokon keresztül szerepel, tessék ide rám figyelni, mert én azt mondom, hogy én ugye úgy gondolom meg ugye uralkodói szempontból nézve a dolgokat, és ő ezt képvisel, ugye, mivel a fix tűz, ugye az állandó lángolása, a fokozatos égésnek a, ugye, a szimbóluma. A harmadik a nyilas, ugye itt már megfinomodik a tűz, hiszen van egyfajta hierarchia a három jegy között, hiszen a labilis tűz, ez már nem a szalmaláng és nem a mágia tűze, hanem ez a tűz, ez már az oltáron égő gyertya tűze például, vagy a parázs, amiről bármikor meg lehet gyújtani a következő tűzet, vagy pedig a futótűz, hogyha így természeti képekbe gondolkodunk, hiszen ez labilis tűz. Tehát itt a tűz már megfinomodik, hiszen itt még egy nagyon erős egoisztikus indítatás van. Ugye a kosnak a mantrája az, hogy én vagyok a teremtő. Én, nekem, enyém, ugye mindig ezzel indul a kos. Innen lehet megismerni a kos típust, hogy rendkívül prominens helyen van ugye az én, nekem, enyém fogalom. Ez teljesedik ki az oroszlánba is, ugye, ahol az individualitás eléri a csúcsát. És amikor ugye halad tovább az ember a szellemi úton, akkor idáig ugye a kostól kezdődően, amire azt mondja a tradíció, hogy a kos az a herceg, akiből majd lesz király, majd itt az oroszlánba, tehát itt a hercegből itt király lesz, és itt pedig folytatódik a tovább az út, hiszen itt nincs vége még, hogy az individualitás, az ego eléri a csúcsát, hanem ott jön még a java az útnak, hiszen innen, az individuás után a feladat az, hogy meg kell valósítani az univerzalitást, visszatalálni az eredethez. Igaz, tehát nem megállni az ötös háznál, hanem végig kell járni a többit is, és hogyha ezt megteszi az ember, ugye az individuumot itt a szűzbe megkritizálják, itt kapitulál a mérlegbe, ahol esésben van a nap, azután a skorpióba meghal a lélek, igaz? Átéli, amit a hermetika úgy hív, hogy a nigredót, a sötétséget, amiről az előbb beszéltem, az egyetemisták a vízbe. Tehát azt mindenkinek át kell élni azt az állapotot, amikor megszűnnek a külső jelenségek ahhoz, hogy amikor valóban meghalunk, akkor meg ne ijedjünk, hanem már egy kigyakorolt állapotba lépjünk be. Jaj, milyen érdekes, ez az, amikor nem vagyok. Már egóilag. Az ego, ami megszűnik egyébként a halálba, semmi más. Amiről egyébként kiderül, hogy sose volt. Na most, hogyha ott derül ki, az már baj, mert akkor nem tudja az ember, hogy mit kezdjen avval a hihetetlen erős fénnyel, meg ugye fényjelenségekről beszélünk, de ha már előtte az ember kigyakorolta, mert ezt megtehetjük,
különböző gyakorlatokkal, akkor az ember úgy köszönti azt a fényt, amivel ott találkozik, úgy találkozik ezzel a fényen, mint a tradicionális szövegek írják, mint anya a kisgyerekével. Tehát ilyen szintű találkozás, egy hazatérés élmény azoknak, akik természetesen végrehajtották ezt a befelé fordulós, belül felemelkedő szellemi utat, amiről egyébként az asztrológia is beszél. Tehát a nyilasban ugye a harmadik tűz, ez a labilis tűz, ami a, mondom még egyszer, tehát a metafizika, a szellemi utak tartoznak ide, ugye a vallások, de elsősorban nem a hitre épülő vallások, hanem a gnosztikus vallások, tehát a tudásra és a megismerésre alapuló vallások, mint például a hermetika, vagy a buddhizmus, vagy a hinduizmus, vagy a taoizmus, tehát a görögöket megelőző időszak tradíciója. Azért mondom ezt ilyen élesen, mert a görögöktől egy nagy törés van a tradícióban, ott megjelennek az egyisten hívő vallások, akik most uralják a terepet, ugye ez a három, a kereszténység, a mohamedán vallás és a zsidó vallás, ezek az egyisten hitre épülnek, ezt megelőzően ilyesmiről szó se volt. Minimum politeizmus volt, tehát minimum, ugye hát Indiában látjuk, hogy az istenek, hát azok hemzsegnek, hogy úgy mondjam, hát az istenek világa, az egy ugyanolyan világ, mint az emberek világa, vagy az állatok világa, tehát itt nem egy transzcendens világból kirekesztett teremtőről van szó, mert a tradíció minden egyes vonala tudta, hogy az ember az maga teremti magát is, meg a világát is. Nem kívül van a teremtő, meg valahol transzcendens szférába elűzve. Ez csak a legutolsó korba jutott el odáig a szellemi zuhanás terén az ember, hogy megtagadja saját magát, és kívülre helyezi, ugye az összes mindent kívülről akar. Ugye ebben vagyunk most. Ha valami problémánk van az egészségünkkel, akkor szaladunk az STK-ba, vagy mit tudom én hova. Ritkán van az, hogy az ember azt mondja, hogy vizsgáljuk meg magunkat, nézzük meg, hogy mi a probléma. Például a tűzeseknél ugye mi a probléma általában? Az, hogy túl működik a tűz, ebből következik szervezeti szinten, megjelennek a gyulladások, például ugye milyen nagyon szépen összecsendenek a dolgok, a gyulladások, a lázas betegségek, például a hőmérséklet emelkedéssel kapcsolatos, ugye a kosnál a fej elsősorban kitéve, a oroszlánnál a szív, illetve a gerinc rész, de elsősorban a szív vele együtt, a vérnyomás, stb. A nyilasnál a máj, ugye a italok meg egyebek ugye hozzátartoznak, tehát a tűz elemi energiának az elszabadult, nem kontrollált és nem uralt tünetei jelennek meg, és azok nyilván az asztrológus vagy a szellemi ember számára ezek jelek, jelzések, hogy itt ebben az energiával valamit kezdeni kell. Mit kell kezdeni? Vissza kell fogni, tudatosan. Ha én észreveszem magamon, hogy én felettébb egoista vagyok, és állandóan mindig azzal kezdem, hogy én, meg nekem ez kell, meg ezt az ember észreveszi magán, akkor ezt vissza lehet fogni, intelligensen, csak egy picit. Ha odafigyel magára az ember, akkor minden harmadik, vagy minden második ént kihúzza. És megnézi, hogy akkor milyen az élete, és rájön, hogy sokkal könnyebb. Mert egyébként úgy senki nem kíváncsi arra, hogy én, ugye, mert végül is unalmas egy idő után. Most az ember erre rájön, akkor rájön, hogy a relációi sokkal könnyebbek. Igaz, sokkal könnyebb másokra odafigyelni például. Az csak úgy lehet, hogyha az ember az egóját visszafogja. És nem könnyű dolog egyébként, nem könnyű az egót visszafogni, próbálja csak ki, valaki mindjárt meglátja. Például ugye reggel nem olyan könnyű fölkelni, mert az egó az például szeretne még aludni. Ugye már pedig a szellemi ember tudja, hogy föl kéne kelni reggel, napfelkelt előtt megcsinálni a szellemi gyakorlatokat és tudatosan indítani a napot, de amikor 17:30 előtt megszólal az óra, akkor megszólal az egó is, hogy majd holnap, majd most olyan jó itt a dunyha alatt, olyan jól el vagyok, olyan kellemes meleg van, meg hideg van itt a szobában. Ki figyelje csak meg magába, ugye azt kell legyőzni, az az egó. Nem a szomszédot, meg nem a munkatársat, meg nem a férjet, meg nem a feleséget, hanem magunkat. Ezt az egót kell, aki lusta, aki lomha, akit nem érdekel, aki mindent megígér, de úgyse csinálja meg, aki gyullad, meg fél, meg szorong, meg egyebet. Ez az egó, ehhez ragaszkodunk, ez marhaság. Ez alól kell felszabadulni, erről beszél a hagyomány, minden egyes ága.
A tűz szempontjából például ilyen például kitűnő lehetőség ennek az egónak a idézőjelben mondott feláldozása. Tehát ez nem megszüntetés, meg nem kell semmit megölni, meg megtagadni, meg egyebeket, mert az ego az semmivel sem több, semmivel sem kevesebb, mint a nadrág, meg az ing, amit fölveszünk. Reggel fölvesszük, este letesszük. Nem olyan nagy dráma. Senki nem szokott gyászszertartást tartani, amikor este levetkőzik, igaz? Na most ugyanúgy nem kéne egyébként, mert amikor meghalunk, ugye fizikális értelemben, akkor se teszünk más, csak levetszük a gatyát. Azért, hogy utána fölvegyünk egy másikat. Tehát semmi nem történik, mert az ember ezt belátja, akkor tényleg, ha ezt belátja a csontja velejéig csak ezt az egy dolgot, akkor már azon a szinten van, ahol Jézus azt mondja, hogy halál, hol a te fullánkod? Mit tudsz tőlem elvenni? Semmit, mert mindent feláldoztam. Feláldoztam, hogy nincs egóm, nincs én. És amikor van, akkor relatíve van, ahhoz képest. Én vagyok én, de csak azért, mert ti vagytok ti. Csak ezért. Ha én nem vagyok, akkor nem vagytok ti se. Tehát ez egy marhaság, amikor az ember azt hiszi, hogy jaj Istenem, meghalok, és akkor minden megy tovább, el kell hagyni ezt, ezt a szép zöld teknőc éttermet, meg mi mindent itt kell hagyni. Tehát ez nem így van. Amikor az ember meghal, akkor vég, akkor meghal a világ is. A kettő együtt van. Együtt látszik lenni, hogy úgy mondjam egész pontosan, mint a moziba. Ebből való felébredés az az egy teljességnek a realizációja. Az ember akár kos, akár oroszlán, akár nyilas, akár melyik, mindenképpen a feladata az, hogy a középen realizálja az egy teljességet. Tehát magyarul a tüzet ki kell egyensúlyozni a vízzel, a levegőt ki kell egyensúlyozni a földdel, hogy egyikből se legyen túlsúly. Akkor van egyensúly. De az egyensúly az nem tud magától lenni, ahhoz kell egy tudat, aki azt rendezi, aki önmagára néz, aki azt mondja, hogy most tűztúlsúlyom van. Miért? Mert állandóan valamit akarok csinálni, nyüzsög, nyüzsgés van, gyerünk, menjünk. Ugye a tüzesek azok mind a traktor mennek állandóan, meg kell csinálni, le kell hódítani, ugye első, el kell foglalni, uralkodni kell, ki kell terjeszteni az uralmat, a hatalmat, erről szól a tűz, igaz? Elfoglalnia, hogy a tűz égeti a fát, gyakorlatilag a tűzes ember az megy előre, mint a traktor, csinál, termel, dolgozik, egyfolytában a tevékenység van, a nyugalom, a visszafogottság, a kiegyensúlyozottság, az ugyanolyan távol van tőle, mint bármelyiktől, amelyik túlsúlyban van. Ő az aktivitás felé hajlamos túlsúlyra menni, és ennek szellemében ugye mondják ezt, hogy a két végén égeti a gyertyát típus, ugye? Ez eleve a tűzhöz tartozik. Tehát elsősorban ugye itt a tűznél nagyon jól lehet látni, hiszen a tűz a látással van kapcsolatban. Tehát egyrészt a fizikai látással is, tehát a szemekkel, ugye, mint ahogy a fejem van a szem, kos analógiában, de a tűzhöz tartozik ugye a oroszlán szempontjából és a nyilas szempontjából is, ugye a látás ide tartozik. Nem csak a konkrét dolgok látása, hanem például a jövőbe látás képessége is, ami ugye egy asztrológusnál nem elhanyagolható. Tehát a látás mind olyan tartozik a tűzhöz, például, hogyha valaki nem jól lát, például, az azt mutatja, hogy a tűz elemi energiával neki van dolga. Nem jól látja a dolgokat. Azért kell neki szemüveg. Egyébként nagyon jól meg lehet ezeket gyógyítani, mert a hideg vízben nézés, meg a különböző szemtornák segítségével nem feltétlenül szükséges az, hogy az ember az optikuson keresztül rögzítse a szemében a problémát, és egy lencsével kompenzáljon, hanem saját kézbe véve a folyamatot, ráébredve arra, hogy mi is van a háttérben, rájön az ember, hogy mi az, amit ő nem jól lát, azt korrigálja, hogy ez egy szellemmozdulat, és következményesen rendbe jön a fizikai test. Mindig először a szellemben történik a dolog, a probléma is, meg a javulás is. A test az követi a szellemet, mivel hogy utólagosan képződik utána. Szellemi teremtmény. Ahogy az előbb mondtam, ugye az egón kapcsán, ugyanúgy mondhatom a testtel kapcsolatban is azt, hogy ugye az embert a testetöltésnek nevezzük ezt a inkarnációnkat, mert az ember a szellem felvesz egy testet azért, hogy különböző feladatokat végre tudjon benne hajtani. És amikor megtette, akkor utána azt leteszi, ugyanúgy, hogy este lerakjuk a ruhát.
reggel fölvesszük, vagy egy másikat veszünk fel. Tehát ezek nem nagy drámák tulajdonképpen, főleg akkor nem, hogyha ezt tudatosan csináljuk. Na most, ugye a feladataink, ugye, ami a mostani ünnepnek a címe, hogy is van, hogy a feladatok és a mik a lehetősége, köszönöm szépen, így van. Tehát a feladata a tűzeseknek az, hogy visszafogni a tüzet, magyarul. Tehát hogy nem kell felgyújtani mindent azonnal. Még akkor is, ha az ember nagyon tűzes. Nagyon jó, hogyha van tűz a kályhába télen, de az se jó, hogyha felrobban a kályha. Egy nagyon jó példát szeretnék hozni, nem azért, mert jó magam találtam ki, hanem mert jónak találom a példát, és mivel sok hölgy van, ezért testhez álló hasonlat lesz, ugye a főzés. Például a húslevest ugye főzni, az egy nagyon komoly tudomány, szóval az nem úgy van, hogy... Tehát ott annak az egyik nagy titka, meg általában a főzésnek, de a húslevesnek főleg, meg a leveseknek, hogy a tűz az milyen. Hogyha túl kevés a tűz, igaz, akkor nem lesz leves, hanem lesz belőle ilyen mosogató lé, zsíros lé, valami. Ha túl sok a tűz, akkor kifut az egész a lábosból, igaz? És megint nem lesz leves. Leves akkor lesz, hogyha a tűztől a leves pittyeg. Ismerjük? Pittyeg. Tehát éppen hogy? 90 fokon áll. Nem 110, meg nem 70. Tehát megszabályozni a tüzet. Ez a titka a húsleves főzésnek. És ez a titka önmagunk megfőzésének is. Tehát a tüzet nagy óvatossággal kell tudni, ha kell fokozni, ha kell visszafogni. Amikor észreveszünk magunkon, hogy álmatagok vagyunk, levertek vagyunk, szomorúak vagyunk, depisek vagyunk, le vagyunk eresztve, tehát magyarul kevés a tűz, akkor nyugodtan lehet óvatosan bevinni tüzet. Az nagyon egyszerűen történik, mert például megborsozzuk a éppen kéznél lévő levest, mindjárt emelkedik a tűz, ezt lehet érezni. Csípős paprika ugyanezt csinálja. Tehát itt elemi energiákkal dolgozunk, nagyon egyszerű módon. Ugye? Hogyha túl sok a tűz, ugye, tehát for ki a leves, ugye, akkor vissza kell venni a tüzet azonnal. Ezt is meg lehet csinálni, ugye élettanilag például az ember azt veszi észre magán, hogy nagyon tüzes, és már úgy húzódik össze a szeme, és nézi, hogy mit mondtál te nekem, vagy velem akarsz ízélni, ugye? Mint a kos, aki alig várja, hogy legyen valaki, akinek neki lehet rohanni. Mert a kosnak ez az életeleme, ugye a faltörő kosnak, hogyha nincs fal, hát akkor uncsi az egész. Hát hogyha nem lehet valakinek neki rohanni fejjel, ugye, ahol akkor hát ugye kell keresni egy megfelelő falat, aminek neki lehet menni. Ugye, hogyha az oroszlánnak nincs mit elfoglalni, vagy meghódítani, hát akkor kell keresni valamit, amit meg lehet hódítani. Mert így működik ugye így működnek bennünk a hajlamok. A tüzeseknél ilyen hajlamok vannak. Na most nem feltétlenül szükséges, hogy ezek a hajlamok végig dirigálják az életünket. Ezeket meg lehet ismerni, ezeket a hajlamokat, utána befolyásolni lehet őket, és a végén meg lehet őket változtatni. És egy tüzes típusnak nem feltétlenül szükséges egész életében ordibálni, meg konfrontálni, meg verekedni, meg mit tudom én, vér után rohangálni. Hanem ezt a fajta képességét és hajlamát megismerve, visszafogva, egy egyensúlyos középre hozva, rendezve, ugye a másik hárommal értelemszerűen harmóniába hozva, és abban a pillanatban azt tapasztalja az ember, hogy a tűz a barátja lesz, a testvére lesz. Az, aki bennem ugyanúgy él, ezek élő lények, ezek az elemi energiák, ezek nem dolgok. Itt van a nagy tévedés, hogy az ember ezeket objektivizálja. Nem szabad objektivizálni, nem objektum van, hanem szubjektum. Az egész szubjektív idealizmus kategóriába tehető. Ugye ezek a szellemi közelítések. Tehát nem az objektív világ a lényeges számunkra, hanem a szubjektív világ, a belső világunk. Hogy belül az elemi energiák azok egyensúlyban vannak, vagy kibillentek. Mert ha kibillentek, akkor problémát okoznak. Tehát a lehetőségünk a tűzzel kapcsolatban, mint a többi elemi energiával is, mert múltkor is elmondtam egyébként, egy éve nem tévedek, a vízről volt szó, ugye, és ott ugyanez volt a recept, tehát ha túl sok a víz, akkor vissza kell fogni. Ha túl kevés a víz, akkor nagyon óvatosan kell emelni, de ez csak nagyon óvatosan. Mindig a visszafogás az, amit a tradíció mond, tehát az egónak a visszafogása eredményezi azt, hogy az ember egyszer csak viszonylagos egyensúlyba tapasztalja magát.
Amikor normálisan és középen működik a Föld, akkor az ember úgy viszonylag stabilan áll a Földön. Nincs elszállva az anyagi dolgoktól, de úgy az zavarba se jön. Viszonylag kevéssel beéri, mert rájön arra, hogy a Föld az úgy egyébként is megtartja. Ha a víz egyensúlyban van, akkor az ember megfelelő érzelmi világgal rendelkezik, ami azt jelenti, hogy rendkívül együttérző tud lenni az emberek felé, főleg a szenvedők felé. Érzékeny, befolyásolható, képlékeny, alkalmazkodó a víz elemi energia analógiájában. Ha a tűz egyensúlyban van, akkor a leves megfő, akkor finom lesz a húsleves. Akkor az ember pont annyit dolgozik, pont annyit tevékenykedik, pont annyit mozog, amennyi kell. Sem többet, se kevesebbet. Ha a levegő elemi energia középen van és meg van fogva, akkor az ember szellemileg tiszta, nyugodt és kiegyensúlyozott. Kommunikatív, nem helyezi magát túlságosan előtérbe, de a másikat se. Középen tartva a folyamatokat, egyfajta diplomatikus kommunikáció birtokába jut az ember. A négy elemi energia egymást egyensúlyozza ki, ha ott van az ötödik, a szellem, aki ezt a négyet egyensúlyba rendezi. És az ott van bennünk, gondoljuk meg, most erről beszélünk, hiszen most innen a középpontból kiindulva szemléljük tulajdonképpen ezt a három jegyet, de ugyanúgy a többit is. Tehát a lehetőség és a feladat tulajdonképpen ugyanaz. Megismerni magunkat, ugye, elemi energiák szempontjából, a képletünk az egy tükör. Az nem mutatja nekünk pontosan, ugye nem kell hozzá még csak túl sokat asztrológiai iskolába se járni, mert az alapismeretek után azt mindenki meg tudja nézni magában, még azt se kell tudni, hogy hány óra, hány perckor született, mert általában a mama mindig mondja, hogy ekkor meg ekkor, de az plusz-minusz két óra. Azt egy gyakorlatban lehet tudni. De a bolygók általában ugyanabban a jegyben vannak az nap, tehát azt meg lehet nézni egy efemeridából, hogy amikor születtem, akkor milyen jegyben álltak a bolygók. És egy nagyon egyszerű módon ki lehet számítani, hogy melyik elemi energiában van a legtöbb bolygó. Földbe, vízbe, tűzbe vagy szélbe. Rögtön adja a típust. Ugye ez Hippokratész is nagyon precízen rájött erre, és ugye megállapította a négy típust. Ugye, ahol a levegős típus az a szangvinikus, aki állandóan jön, megy, mozog, stb. A tűzes az a kolerikus, aki nem is kell magyarázni, ezt ismerjük, igaz? A vízes az a flegmatikus, és a földes az meg a melankólikus, a mélakóros, ugye a lehangolt. Tehát mind a négy elemi energia a saját jellemzőivel áll kvázi a teremtésben, ebből a négyből teremtődik az én, ebből a négyből teremtődik a te, minden, ugye? És a számok alapján gyönyörűen levezethető az egész, a kettősség, a hármasság és a négyesség, 3x4 az 12, ott a zodiákus. Tehát tulajdonképpen a zodiákusban semmi más nem jelenik meg, csak ez az egy középpont, ami mint egy kivetül, és ez az egység, ami már elveszett az ember számáról azért, mert a sokságban éli magát. Egyébként szimbólum ennek a hold, amikor az egónkat éljük, hiszen a holdnak, ugye, ami az érzeti önátélésnek a szimbóluma, a holdunk a képletben azt mutatja, hogy minek érezzük magunkat. Nem akik vagyunk, hogy ki vagyok én, erre a kérdésre végsősorban a nap válaszol majd, amikor eljut odáig az asztrológus. Első szinten, amivel találkozik, az az aszcendense, mert az látszik az emberből, az a legkülsőbb, az a forma, ami megjelenik a világban. Ugye az aszcendens. Egyen mélyebb rétege az én komplexumnak az önérzet, hogy hogy érzem magam, milyennek érzem magam. Erről tudjuk, hogy ez mindig változik. Hol jól érzem magam, kevésbé, hol rosszul érzem magam, leginkább. Ugye, de ebben az a jól érzem, hogy rosszul érzem ebben a kettőben, mint a hold. Ugye, hol megtelik, hol elfogy. De amikor már megtelt, és jaj, de jó, akkor mindjárt fogyásnak indul. Amikor meg már úgy megállapodna az ember, hogy na jó, van, elfogyott, akkor megint telésnek indul. Hát olyan, mint a nők. Bocsánat. Tehát izgalmas és nagyon szép. Én viszont ezek úgy helyezkednek el, mint a hagyma héjai a napon, tehát legbelül van a nap. Ugye az igazi énünk, az a cél, amit végül is el kéne érni, ez van legbelül. Legkívül az aszcendens és a közép pozícióban pedig a hold. Tehát az önismeret az arról szól, hogy legkívülről elindul az ember, ugye a felszínről, ugye arról a képről, amit a tükörbe látunk, ugye, és hajlamosak vagyunk ebben azonosítani magunkat, hát az már dráma.
az teljes dráma, amikor az ember a testével azonosítja magát, ami minden nap változik. Gondoljuk meg, hogy 7 év alatt a testnek minden egyes sejtje eltűnik, kicserélik. Akkor ki vagyok én? Vagy hogy van ez az egész? Tehát ez komoly lesz az ember életében, mert az a sors az ugye gondoskodik arról, hogy ez komoly legyen, mert egyik krízisből megyünk be a másikba. Erről szól az élet egyébként, egész addig, míg az ember rá nem jön. És akkor komolyabbra fordítja a szót, és megkeresi a gyökereket. Mert ott lehet igazán beleszólni a folyamatokba. És az elemi energiáknak az egyensúlyba hozása az, ami igazából az embernek a lehetősége, mert hogyha a hajlamainkat éljük, legyen az akár földes, akár vizes, akár szeles, akár tüzes, a hajlamaink azok visznek be minket az erdőbe. Ez a helyzet. Tehát valamilyen képlettel megszületünk, igaz? Ezt mindenki látja a saját képletében, milyen energia az, ami sok, melyik, ami kevés, hogy kell az egyensúllyal kapcsolatosan, milyen lépéseket kell tenni. Tehát magyarul információt kapunk a születési képletünkből, azt az információt feldolgozzuk, átnézzük, megvizsgáljuk, és nagyon jól teszi mindenki, hogyha saját maga asztrológusa lesz. Tehát nem máshoz menjünk el asztrológushoz, hanem most legyünk a saját magunk asztrológusa, vállaljuk fel. Hiszen ez egy önismeret. Tehát gondoljuk meg, hogy senki nem fogja nekünk megmondani, hogy nekünk mi a jó. Tehát vállaljuk fel, hogy tulajdonképpen az önismeret révén szerezzük meg azokat az információkat, amiket használhatunk a szellemi útunkon. Önmagunk átalakítása, végső soron önmagunk uralása szempontjából. Mert ha így használjuk ezen az úton, hermetikus úton, akkor az asztrológia egy élő segítőeszköz lesz a kezünkbe. Egy élő tükör, ami működik. Nem biztos, hogy ez mindig így működik, amikor mások képletébe variálunk, mert ott akkor már más a helyzet, ott az már nem hermetikus asztrológia, az már egyfajta szakma. Amiben persze lehet nagyon sok jó szándék ugye segíteni az embertársainkon meg egyebek, de hát könnyen rá lehet jönni, hogyha vak vezet világtalant, az nem sok haszonnal jár. Igaz? Tehát sokkal jobb, ha az ember magát rendezi, magát hozza egyensúlyba, mert az nagyon jó magának is, meg a környezetének is. Sokkal jobb együtt lenni egy kiegyensúlyozott önuralommal bíró emberrel, mint egy herciás elemi energiák által rángatott, időzített bombával, akármilyen szimpatikus első látásra. Tehát könnyű belátni, hogy ahhoz, hogy az ember rendet teremtsen, ahhoz elsősorban saját magába kell rendet teremteni, nem? Sokkal könnyebb mindig másoknak megmondani, hogy ez miért nem, meg az is, meg mindenki, csak ugye én nem. Én jól látom, hogy másoknak mit kéne csinálni, de az, hogy én mit csináljak, azt lehet, hogy látom, de nem csinálom. Tehát kicsit kérdéses a dolog. Tehát magyarul összefoglalva az egész mondókámnak a lényegét, tehát a tűzjegyek aktualitása az, hogy a tevékenységeket ugye a külső világban a különböző munkák, meg az elérendők, meg a karrier célok, meg a stb. Ezeket megfelelő szinten érdemes moderálni, helyére tenni. Nem baj az, hogyha az ember stabilan, precízen intézi az életét, az a probléma, hogyha bármelyik energia elszabadul és túlsúlyra jut, mert akkor problémákat okoz. Végsősorban egészségügyi problémákat okoz, amit előbb említettem, ha a tűz nagyon elszabadul, akkor bizony gyulladások meg egyéb ilyen dolgok lehetnek a testbe. Amikor nincs semmi probléma, rögtön vissza kell fogni a tüzet. Tehát meg kell gyógyítani ezeket a leprákat, amiket ugye a hermetika úgy nevezi, hogy minden egyes bolygó azzal az energiával fertőzött, amilyen jegyben van. Tehát, hogyha tűzben vannak a bolygók, akkor azok a bolygók a tűz elemi energiától fertőzöttek. Feladat, meg kell gyógyítani. Ha valakinek a Vénusz a kosban van, ahogy példát említettem, annak nem, tehát hogy mondjam, csak nem determinálja őt senki arra, hogy ő csak úgy tudjon érezni, mint a kos. Hát megtanulja, hogy hogy érez a bika, meg hogy érez az ikrek, meg hogy érez a rák, és onnantól kezdve ő is tud úgy érezni. És abban a pillanatban meggyógyul a kos által szennyezett Vénusz, és onnantól kezdve az érzelmek felszabadulnak. És megszűnik bennünk fokozatosan az az automatizmus, amikor annélkül, hogy meggondolnánk bármit is, automatikusan eldöntjük, hogy valaki mondjuk az szimpatikus, meg nem szimpatikus. Jó fej, rossz fej. Annélkül, hogy sanszot adnánk, vagy egyáltalán
értjük, hogy miről beszélek. Tehát ez az automatizmus, ezt meg kell szüntetni. Ez egy ideig erre hajlamosak vagyunk, hogy jó-rossz kategóriába gondolkodunk, de ezért fölé kell emelkedni ennek. Legyünk nyitottak, hallgassuk meg. Biztos, hogy egy kos az nehezen hallgatja meg, főleg a rákot, igaz, meg a bakot, mert azokkal kvadrátban van. Ugye ezt meg lehet érteni, mert asztrológus rögtön érti, hogy miért nem szimpatikus a kosnak a rák. Azért, mert a kos az tűz, a rák meg víz. A tűz meg a víz, ugye tudjuk, hogy nagy energia feszül köztük, de azért nem igazán értenek szót. Egymással ők nagyon jó szót értenek, hiszen az azonos elemi energiához tartozó jegyek között ugye trigon van, tehát 120 fok van, tehát a legnagyobb harmónia. Ők nagyon jól kijönnek egymással, akkor, amikor meg kell beszélni, hogy mit csináljunk. Akkor a három tűzjegy abszolút elemében van, és egyik a másiknak adja az ötletet, és mindegy, a tűz terjed, ugyanúgy gyakorlatilag működik a tűz. A visszafogottság pedig azt jelenti, hogy nem elzárni a tüzet, nem lezárni a gázt, hanem középre tenni. Tehát a húsleves hasonlattal búcsúznék, tehát pittyegjen a tűz, legyen optimumon legyen a tűz a két szélsőség között, tehát a teljes passzivitás és a hiperaktivitás között ott van az arany középút, amiből húsleves lesz, amire meghívhatjuk a szeretteinket, a barátainkat, és kellemesen tölthetjük el a napunkat. Köszönöm szépen a figyelmet, mindenkinek köszönjük!